Sziasztok! A mai videóban folytatom az innovatív híreket a Teslás hírekkel. A hírek linkjeit továbbra is a Patreon-on találjátok meg, hogy a korábbi hozzáférés szeretnétek, az is a Patreonon keresztül lehetséges. Ugyanakkor audioformátumban bármelyik podcast szolgáltatón keresztül hamarabb elérhetitek a híreket. Green The Only elemzései alapján a Hardware 3 már nem elég az FSD futtatásához. Az sem segít, hogy az FSD 3.0 két chippel rendelkezik mert ezeket arra tervezték, hogy párhuzamosan ugyanazt futtassák duplán, nem arra, hogy megosszák feladazaikat. Ugyanakkor ne felejtsétek el, hogy már voltak plegykáink arról, hogy hamarosan jöhet hardware 4.0. Green de only szerint a következő generációs hardware egyébként valószínű szimpla csippes lesz. Szintén Green talált pár újdonságot a legújabb szoftverben. A deréktámasz beszállítója új, a fényszóró magasság érzékelő most már virtuális, illetve kijött a tempomat bekapcsolását jelző hang is. Elon szerint a hamarosan jövő AI Day en nem mutathatják a Full Set Driving szimulációját. Hamarosan minden Tesla felhasználói beállítás a telefonunkon lesz tárolva. Így mondjuk, hogyha bérlünk egy autót, az is azonnal beállít mindent a saját preferenciánkra. Elon megosztotta a péntekek a Design Studio napjai. Kisebb változások történtek a Cybertruckkal kapcsolatban. Az egyik nagyobb a négykerék kormányzás. Kiderült, ha nincs a közelben supercharger, de van egy barátunk egy elég erős autóval, akkor ugyan elég nagy fogyasztással, de komoly mértékben fel lehet tölteni tesla akkumulátorát. A képen látható autót 14%-ról 53%-ra töltötték, azzal vontatták. A vontatás 65-70 mérföld per órával történt, ami nem kevés, 25 mérfölden át. Ez mondjuk kellett egy AMG Mercedes. Randy Popst, és az Unplugged Performance PLED Model s -e megnyerte a kiállítási osztályt a Pikes Pixi hegyi felfutón, ami kicsit rövidebbre sikerült, mint általában a tetőn lévő hó miatt. Az összesített tizedik helyet szerezték meg. rendi örült, hogy egybe behozta az autót, és szerinte átmentek skótkockás plétbe. Tovább az Unplugged Performance csapatán kívül megköszönte a Teslának, hogy ilyen hihetetlen autót gyártottak. Tesla Rage megosztott egy nagyon meggyőző videót a Full Drivingról. Az látszik a videón, hogy rettentő kanyargós úton is nagyon megbízhatóan működik a Full Sail Driving bétája. Ilon szerint kell egy kis állítgatás a szoftverben, hogy a full self driving a kamerákon keresztül felismeri a világító táblákat is. Ilontól megtudhattuk, hogy hamarosan jön a frissített szoftverfelület, amit már a Pled bemutatón is láttunk. Ez együtt fog érkezni a full self driving szélesebb körű upgrade-jével. Ilon hozzátette, minden autójuk, beleértve az összes 3 és Y-t, upgrade-elhető lesz a full self driving számítógépre. Itt szerintem egyébként ő már a 4.0-ra gondol. Majd azt is hozzátette, hogy jön egy olyan nézet, amikor azt láthatjuk, amit az autó lát. Elon múlt szombatra ígérte a full self driving bétáját. Az előző részt még az FSD 9 kijövetele előtt vettem fel. Azóta megtudtuk, hogy tényleg kijött a 9-es béta, még szombat hajnalban, ahogy Elon ígérte. Sokan azonnal kipróbálták. A legtöbben azt mondják, sokkal simábban működik, mint az előző verzió. A leglátványosabb különbség a vizualizáció. Az eddigi beta kezdetleges vonagrafikás dizájnja helyett most ahogyan Elon is ígérte, olyan, mint belelátnák az autó tudatába. Az autók nagyon messzire látnak, így radar nélkül is. Látják azt is, ha világít egy jármű féklámpája, vagy villog az indexe. Illetve olyan részleteket is megjelenít, mint például a gyalogosok lábmozgása. A sok pozitívum ellenére kiemelném Gali videóját. Aki a forgalmas Seattle hajnal 3 órási forgalmában tesztelte azonnal a szoftvert, ahogy az lefrissült modell y nnyel A videóban jól látszik, hol segített eddig a radar. Az autó a sötétben ugyanis nem látja a monoréloszlopokat oszlopokat az út közepén, ami elég súlyos. Tesla is meglepődött, mikor be kellett segítsen többször az FSD-nek. Szerintem két dologra van szó. Az egyik természetesen a radar kivétele, a másik a teljes újraírás. A Tesla és Elon sem futamadik meg attól, ha valamit ki kell dobni, és előről kell kezdeni. Ne felejtsük el azt pár éve, mikor szakítottak a mobilájjal. Az ő rendszerük eleinte gyengébb volt, mint a mobilájéj. Majd pár évvel később következett a navigéton Autopilot, ami szintén gyengébb volt az addigi autopilottól az elején. Aztán következett az FSD, amely szintén bugdács eleinte. Most pedig az FSD 9, ami a neve ellenére minden jel szerint, ha nem is teljesen, de nagy részt egy újraírás. Ilon annyit szólt hozzá, hogy mindenki legyen paranoid. Továbbá megszellőztette, hogy hamarosan a kék fényre is és a szirénára is reagálni fog az FSD. Továbbá minden állatot megpróbálnak megjeleníteni. Szerintetek az csak viccnek szánta, hogy minden siba inu dogecoin fog renderelni a szoftver? Szerintetek várhatunk ilyen és hasonló iszteregeket? Az Electric megosztotta a Tesla által a Battery DM mutatott bemutatott konyhasúval történő lítium előállítási szabadalmat. Ebben sok hozzáértő is kételkedik, hogy egyáltalán lehetséges-e. Minden esetre, ha igen, a Teslának már van is rá egy szabadalma, amivel további előnyt szerezhetnek a konkurenciával szemben. Ilon kommentje, hogy csak agyhozzás út. A Tesla Pled csatorna videója szerint ilyen az, mikor neked jó reakcióidőd van, és egy Tesla Model S réven performanszod, melletted meg egy Pled sofőr rossz reakcióidővel kilő. A rossz reakcióidő ellenére is 9,7 másodperc alatt teljesítette a Pled a negyedmérföldet. A Drag Times-os Brooks sokkal tapasztaltabb a gyorsulási versenyeken. Ő folyamatosan 9,2-es időket ment barátja pledjével. A nulláról 60 mérföldet leggyorsabban 2,01 másodperc alatt teljesítették. Szintén Brooks egy YouTube short videójában rakta egymás fölé a Pled és egyéb egzotikus autók negyedmérföldes idejét. A félmillió dolláros Ferrari SF90-estől közel fél másodperccel gyorsabb a Pled. A McLaren 765 LT-től bő fél másodperccel, a Lambo Huracán Evo 10 másodperces ideje már már komikusan lassúnak hat. 30, 60. A Taycan esetében az az igazán mellbevágó, hogy a Porsche 100 km/óráról 200-ra gyorsulása lassabb, mint a Pled 0-ról 200 km/órára gyorsulása. A 3 millió dolláros Bugatti Siron 100-ról 200-ra is fél másodpercet kap a Plettől. Azt hiszem erre értette Ilan, hogy the Ultimate SmackDown, vagyis a végső lecsapás a belső égési motoros autókra. A két héttel ezelőtti Tesla hírekben beszéltem már arról, hogy Kínából fognak Model y szállítani Európába. Arról viszont nem volt szó, hogy a kínai Model y megjelent a Biodefense mód, ami a nagyobb Teslákban mindig is egy komoly alapfelszereltség volt. Elon egy korai Model 3-as kérdése annó elmondta, hogy a Model 3-ba fizikálisan nem fér be az óriási HEPA filter. Úgy néz ki, az Y-ba mégis belefért. Mert ez a funkció most már az amerikai Model Y-ban is megjelent, nem csak a kínaiban. A Model y kapcsolatos további hír, hogy az Amerikában éppen csak megjelent, majd a rövid hatótáv miatt szinte azonnal megszüntetett Model Y Standard Range Plus verzió, két hete még csak Hongkongban, ezen a héten pedig már Kínában is megjelent, és Ray for Tesla tweetje alapján sorban állnak érte a vevők, akik nem akarják online megrendelni. Egyes források szerint már a harmadik negyed kapacitást is kiárulták. Szintén Tesla Kína hír, hogy az ott még meg nem erősödött nevét a Tesla úgy tűnik radikálisabban védi, mint más helyeken. Ugyanis beperelték azt a vásárlót, aki fékhiba miatt rossz hírüket keltette. A Tesla Kanada információi alapján a Tesla egy több mint 400 millió dolláros szerződést írt alá a Samsunggal, a Cybertruckba való kamerák beszállításáról. A Cybertruckban nem csak az Autopilotnak kellenek kamerák, hanem mindhárom tükröt is kamerák és kijelzük helyettesítik. Ugyanakkor a Teslát ismerve ezeket a funkciókat lehet megoldják az Autopilot kamerákkal. Végül két német hír. Az egyik, hogy úgy tűnik a környezetvédőknek nem sikerül megakadályozni a berlini gyár beindítását. A másik, hogy a tartomány pénzügyminisztere bízik abban, hogy még idén beindul a Brandenburgi gyár. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én kezdem áttenni a tippemet, a melyik gyár indul hamarabb versenyben a texasi gyárra. Tamás következik hétfőn az Innovatív Hírek csatornán a Tőzsdés Hírekkel. Köszönöm mindent Patreonos és Youtube támogatómnak is a támogatást, nézzetek rá a merchboltomra és az utolsódarabok.com-ra, mindegyiknek a linkjét megtaláljátok a leírásban. Ha tetszett a videó és ti is szeretetek az innovációt, nyomjatok egy lájkot, ha szeretnétek hasonló videókat látni, kövessetek és kapcsoljátok be az értesítést, ha van valamilyen hozzáfűzni valótok, kommenteljetek.